Lezárult a Vakok és Gyengén Látók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületének Egész Séker című programja, közölte a szervezet elnöke a záró rendezvényen. A tavaly szeptemberben indult egészséges életmódra nevelő projektre összesen 617 ezer forintot nyertek a Generália Biztonságért Alapítványtól. 4 szakmai programot valósítottunk meg. Első ízben egészségnapot szerveztünk, megismerkedhettek érintettek által a diabétesszel, a gluténérzékenységgel, vendégünk volt fitoterapeuta, és talpmasszást is igényelhettek a tagok ezen a rendezvényen. Aztán a következő alkalommal a jógával ismerkedhettek meg az egészséges életmód kapcsán. A következő rendezvényünk már idén volt áprilisban, amikor egy gyalogtúrát szerveztünk a Füzéri Várhegyre. Az elmúlt hónapokban közel 300 ember tudott így megszólítani az egyesület. A záró rendezvény egyik vendége a Látássérültek Szabadidő Sportegyesületének elnöke volt. Forgách Szabolcs kiemelte, tapasztalataik szerint egyre aktívabbak a látássérültek és az önkéntesek is a sportesemények lebonyolításánál. Amíg egyesületük 10 évvel ezelőtt csak futást és tandembiciklizést szervezett, ma már több mint 8 sportág elérhető a vakok és gyengénlátók számára Budapesten. Szerencsére ebből is egyre több, vagy ebből a típusú programból is egyre több betrendeznek mindenfelé, egyre több városban, de azért még ebben azt gondolom, hogy talán bőven lehet hová, tehát vannak még olyan régiói az országnak, ahol még úgymond nem jártunk ilyen rendezvényeken, de Nyíregyháza például nagyon aktív ilyen téren, úgyhogy mindig örülünk, hogyha hívnak és szívesen jövünk. Tarjányi István, az NVSC vívója kiemelte, az ehhez hasonló rendezvények bemutatják, hogy kerekesszékben is milyen kimagasló sporteredményeket lehet elérni. Fontos azonban, hogy ösztönözni és támogatni kell mindenkit, főleg az első lépéseknél. Látják azt tényleg, hogy milyen nyíltak vagyok, milyen nyílt az ember kerekesszékben is, és sportolóként is találkozok olyan emberekkel, hogy jönnek oda, kérdezik, hogy hol van ilyen lehetőség, hogyan kell elkezdeni, és mivel jár ez. A rendezvény egy kötetlen beszélgetéssel zárult a vendégek és a meghívott sportolók között.